Sziasztok, Borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Január elején felkerült a csatornára a 2019 legrosszabb könyvei videó, amiben említettem nektek, hogy van egy cserepolcom, és hogyha akartok, akkor cseréljünk könyveket. Na most ebből az lett, hogy most február 1-e van, amikor ezt a videót felvesszük, és 18 új könyvem van. Wow! Nem is tudom, mit mondjak, egy csomó szuper könyvet sikerült veletek cserélni. Ne is húzzuk az időt, nézzük meg, hogy mik azok, mert jó sokáig fog tartani. Összesen a 18 könyvből 5 angol könyv van, és 13 magyar, úgyhogy kezdeném először a magyarokkal, aztán pedig jönnek az angolok. Az első könyv Taylor Jenkins Reid-től az Evelyn hét férje. Ezt a könyvet is moly.hu-n cseréltem, és már nagyon sok youtubernél láttam, nem igazán tudtam, hogy nekem való-e, mert én az ilyen romantikus könyveket nem szeretem, de elvileg ez nem olyan, bármennyire is annak tűnik így első látásra és hallásra. Arról szól, hogy van egy nagyon híres sztár, aki nem szeretne interjút adni az életéről senkinek, viszont egyszer elvelel egy ilyen interjút, ahol elmond magáról mindent, az egész életéről, a munkájáról, mindenről. Szóval nem tudom, hogy nekem való lesz, de igazából valamilyen szinten érdekel, és kíváncsi vagyok rá, hogy vajon tetszeni fog-e, mert én úgy érzem, hogy ez vagy nagyon fog tetszeni, vagy nagyon nem, úgyhogy majd megpróbálom tavasszal elolvasni. A következő könyv nem más, mint Jay Asher-től, Amicsoda fény. Na most jogosan lehetne itt kérdezni, hogy miért került hozzám egy romantikus könyv, ugyanis ezt még annó én sem tudtam, hogy miért. Pont ezt választottam, de igazából nem bántam meg, képzeljétek el, bármennyire is nem szeretem a romantikus könyveket, ez tetszett. Ez a könyv egy lányról szól, akinek a szüleinek van egy ilyen fenyőfa telepe, Kaliforniában leutaznak mindig, amikor karácsonyban, és itt árulják a fákat, és itt karácsonyoznak, és arról szól, hogy itt megismer egy fiút, és hogy nem kéne vele összejönnie, meglepő módon, és mégis összejönnek, meglepő módon, de mindegy. Mindenesetre akármennyire is klisés volt, nekem tetszett, meg olyan jó kis karácsonyi hangulata volt így januárban. Szóval igen, őt már is olvastam, és nekem nagyon tetszett. Következő könyv egy nagyon híres könyv tavalyról, amit már nagyon sokan olvastak, ezért szerettem volna én is beszerezni, ez pedig nem más, mint R.F. Kuang-tól a Mágháború. Ennek a könyvnek nem sokára meg fog jelenni a második része is, a Sárkány Köztársaság. Úgy döntöttem itt az ideje, hogy jól elolvassam, ugyanis ráadásul áprilisban a könyvfesztiválra jönni fog az írója, dedikálni, és én dedikáltatni akarom bele ezt a könyvet, úgyhogy mindenképpen bele kell magam vetni, méghozzá nagyon hamar. Főleg, hogy ilyen vastag. Ez egy fantasy könyv, ázsiai gyökerei vannak benne ázsiai szálak, és egy lányról szól, aki nem szereti azt a családot, ahol ő él, nem szereti azt a körülményt, ahol ők élnek, ugyanis ők ilyen bűnözők, és ezért egy úgymond egy hadseregbe beáll, hogy ott élhessen az emberek között, és hogy ott harcolhasson, és igazából szerintem erről szól, én valami ilyesmit hallottam róla. Nagyon-nagyon sokan szerették ezt a könyvet, és csupa jó értékelést kapott, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, és muszáj lesz még áprilisig elolvasnom. A következő könyv Sam J. Miller-től az Orkaváros. Ezt a könyvet még úgy ismertem meg, hogy láttam, hogy az egyik tavalyi Bubble Book Boxban ez volt benne, viszont én ezt a boxot nem rendeltem meg, de viszont ő nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és kíváncsi voltam, hogy vajon miről szól, mert nézzetek ezt a borítót, tök szép szerintem. Úgyhogy itt van végre. Ez a könyv a jövőben játszódik, a klímaháború után, és az északi sarkon játszódik. Annyit tudok róla, hogy nagyon érdekes, és talán sci-fi leginkább. Igazából túl sok mindent nem, és nem is szeretnék, mert ez egy olyan történetnek tűnik, ami így túl sok tudás nélkül lenne a legizgalmasabb. Úgyhogy igen, itt van ő is, aztán majd igyekszem elolvasni. A következő könyv Neil Gaiman-től és Michael Reeves-től a Köztes Világ. Ez egy nagyon rövid könyv, amit tegnap egy szószorral is olvastam. Sci-fi, és arról szól, hogy van egy fiú, aki képes arra, hogy a világok között járjon, és ezért bajba keveredik, és sokan vadásznak rá emiatt, és csatlakozik egy olyan csoporthoz, ahol mindenki, ő, csak egy másik világból. És igazából erről szól, tudom, hogy több része van, és tervezem elolvasni a többi részét is, bár nekem az első nagyon nem tetszett. Én nem tudom, lehet azért volt, mert túl rövid a könyv, de igazából azt tűnt fel nekem, hogy nagyon nem volt kibontva maga a történet, se magának az embernek a személyisége, se semmi, és én nagyon keveseltem, és nekem ez fájdalmasan problémás volt, de nem adom fel, én úgy gondoltam, hogy azért adok még neki esélyt, mert az alapsztori az igazából érdekelne, úgyhogy hát a következő többi rész majd jobb lesz. A következő könyv Maggie Steve Walter-től az Álomrablók. Ez a könyv a Holló fiúk sorozatnak a második része, és mivel mondtam nektek egy régebbi videómban, én nagyon szeretném újraolvasni az első részt, mert már nem emlékszek rá, mi volt benne, és mindenki nagyon szereti ezt a sorozatot, és azért én is szeretném szeretni, és azért el szeretném olvasni most már végre. Úgyhogy itt a második része, végre találtam egy lányt, akivel sikerült elcserélnem. Köszönöm. Úgyhogy őt valószínűleg el fogom olvasni, csak előtte még újraolvasom az első részt, de meglátjuk, hogy tetszik-e nekem vagy nem. És egyébként, hogyha kíváncsiak lesztek a véleményemre, akkor majd csinálok értékelő videót is. A következő könyv Beth Reeves-től a Túl a végtelenen. Ennek a gyönyörű könyvnek a története nem másról szól, mint egy lányról, aki a barátait és az egész múltját otthagyva a családjával egy
űrhajóra ment, ahol lefagyasztották őket, hogy később egy új bolygón kelessenek fel, viszont a lány hamarabb felébred. Ennyit tudok a történetről, nagyon hasonlít igen arra a filmre, amiben játszik Jennifer Lawrence, amit nem láttam, mindegy. Nagyon hasonlít arra a filmre nekem ennek a könyvnek az alapsztoria, azt mondom, hogy talán 3 része van, és ebben Magyarországon 2 jelent eddig meg, nem vagyok benne biztos. Úgyhogy végre itt van, tudom, ez egy nagyon régi megjelenés, de én még nem olvastam el, viszont egyre több skifit szeretnék olvasni, úgyhogy itt van, aztán, ami késik, nem múlik. A következő könyv Christine Cassortól a Galabonc. Ez is egy rettenetesen régi megjelenés, nem is tudom, talán 2010-ben jelent meg ez a könyv, és én még nem olvastam, és nem tudom miért, fogalmam sincs, pedig ez egy olyan alapsztori, ami szerintem érdekelne. Egy tipikus fantasy, egy lányról szól, akinek különleges képessége van, és hogy egyébként ő a királynak az unokahúga, szóval lehetne finnyező élete, de emiatt a képesség miatt mégis mindenféle rossz megbízást kell teljesítenie, és egyszer csak egy herceggel fog szembe kerülni. Egy tipikus fantasy, ami nekem tudom, hogy tetszene, úgyhogy tényleg nem értem, hogy eddig miért nem szemeztem veled hamarabb, de most már itt van ő is, úgyhogy ki tudja, talán ez lesz a következő olvasmányom. Ennek is egyébként több része van, ahogy tudom, az egyik a keserkék, a másiknak fogalmam sincs sajnos, hogy mi a címe, de mindegyiknek ilyen szép a borítója, úgyhogy őket is tervezem majd elolvasni. Még talán akkor, hogyha ez nem fog tetszeni, mert ki tudja. Hányszor volt már olyan, hogy egy második rész miatt olvastam egy sorozatot. A következő könyv viszonylag friss megjelenés, ez pedig nem más, mint Kendall Blake-től a 3 sötét korona. Ez is fantasy, mint ahogy látjátok, az egyik kedvenc műfajom, és ezt biztosan tudtátok már. Ez arról szól, hogy van 3 lány, egy 3 testvérpár, akik különleges képességekkel rendelkeznek, és hogy az lesz a királynő közülük, aki legyőzi a másik 2-t. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ahogy tudom, az benne a csavar, hogy ebből a 3 lányból 2-nek a képessége nem is működik, csak titkolják, és hogy valahogy le kell győzniük a harmadikat, aki ilyen nagyon erős, vagy nagyon gonosz, nem tudom pontosan. Kíváncsi vagyok már rá. Nagyon jó történetnek ígérkezik, és egyébként már angolul kinéztem magamnak, amikor megtudtam, hogy magyarul megjelent, és most meg hát egy lehetőségem volt rá, nyilván itt is van, úgyhogy majd meglátjuk. A következő könyv Christopher Paolinitől az Eragon. Én ezt a könyvet még egyszer fiatalabb koromban elkezdtem olvasni, de egyáltalán nem emlékszek rá sajnos, sőt, a filmet is láttam, azt hiszem, arra sem emlékszek egyáltalán, viszont imádom a sárkányos könyveket, és a kiegészítő részt elolvastam tavaly, és nagyon-nagyon tetszett a világa, szóval úgy döntöttem, hogy akkor adjunk neki egy esélyt, ha most lehetőség nyílik rá, olvassuk el, elássuk pont ezzel a gyönyörű új borítóval, ki tudja, lehet, hogy kedvenc lesz. A következő könyv Blake Crouch-tól a hamis emlékek. Blake Crouch-tól nekem a Waver Pines trilógia van még meg, amit tavalyi év nagy kedvence, és ezzel úgy döntöttem, hogy akkor jöjjön most ő, nagyon csillog a borítója, remélem, hogy nem erőszakolja meg a fényt, na mindegy. Annyit tudok róla, hogy ez is egy ilyen fantasztikus, sci-fi és thriller, vagy valami ilyesmi, ilyen tudományos könyv, ami arról szól, hogy van egy ilyen úgymond vírus, a hamis emlék szindróma, ami az emberek fejébe olyan emlékeket generál, amik nem is a saját emlékük, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Elég rövid kell, szóval rajta is a martul fogok majd esni, és majd persze elmondtam, hogy mit gondolok róla. Még 2 magyar könyv van, viszont egyik sincsen még nálam, ugyanis már elcseréltem, de még nincsenek itt. Valószínűleg lehet, hogy még ma fognak írni a Fox Posttól, hogy megjött, de sajnos már nem tudok értük menni. Majd be lesznek vágva valahova. Első az a Hanga király, ami egy olyan könyv, amiről szinte semmit nem tudok, viszont nagyon megtetszett, ahogy megláttam. És nagyon vastag egyébként a könyv, és egy sorozat, egy fantasy sorozatnak az első része, és minél több fantasy szeretnék olvasni, mert úgy érzem, hogy ez a műfaj a legjobban nekem való dolog a világon, úgyhogy majd ő még jön. Valahova. Ezen kívül egy van még, amit, hogyha valaki követi Instagramon, nem fog meglepődni, hogy beszereztem, ugyanis imádtam a sorozatot, egyszerűen imádtam, és 2-szer néztem újra, erről te nem tud. Mindegy, ez a Vaják sorozatnak az első része, az utolsó Kívánság című könyv, ami a sorozatnak a borítójával van majd meg nekem, vagy lesz majd meg nekem, nem pedig a régivel. Úgyhogy igen, el szeretném olvasni, mert hát 2021-ben fog kijönni a következő évad, addig mit fogok csinálni, ha addig nem lesz több Vaják, muszáj elolvasni. Ki tudja, lehet addig elolvasva a többi részt is. Sose lehet tudni. És akkor van még 5, azaz 5 darab angol könyvem. Nézzük meg, hogy milyen angol könyveket szereztem be még. Tudjátok kell, hogy 5-ből talán 5-nek gyönyörű a borítója. Következő könyv a legszebb borítós könyv ezen a polcon szerintem most jelenleg. Nem akarok túlozni, de tényleg így érzem. Pedig nem más, mint Kirsten Whittle a The Guinevere Deception. Ez is egy fantasy, most már lassan szerintem nevetni fogtok azon, hogy mennyi fantasy könyv került most hozzám. Nem másról szól, mint Arthur király legendájáról, és valami olyasmi van benne, illetve erről a lányról itt a borítóm. Fogalmam sincs egyébként, hogy hogyan fog hozzá kapcsolódni, talán azt hiszem, hogy feleségül kell menni Arthur királyhoz, vagy valami ilyesmi. Ennyit tudok róla, de nem is akarok túl sokat tudni, mert
már a borítójába szerelmes vagyok, és most mindenki ki fog nevetni, de mindegy. Egyre több angol könyvet szeretnék olvasni, és ez annyira meghozza a kedvemet csak a látványa, hogy pff. Következő könyv Margaret Rogersontól a The Enchantment of Ravens. Margaret Rogersontól van még egy könyvem, a Sorcery of Thorns, meg is keresem. És megnézzük, hogy mennyire szép mind a kettőnek a borítója, ez valami eszméletlen, hogy néz ki. Őről annyit tudok, hogy egy lányról szól a történet, akinek ilyen varázsképessége van, és hogy ilyen ezzel a képességgel megbízásokat teljesítelen. Egyszerűen egy herceg, akivel sajnos valami rosszat tesz, és akkor ezt valaki kell javítania, vagy valami ilyesmi, nem vagyok benne biztos. Egy nagyon rövidke könyv, egyébként lehet, hogy még februárban fogom olvasni, de ha nem, akkor tavasszal mindenképpen. Következő könyv Cat Chow-tól a The Wicked Fox. Ezt a követ már láttatok a csatornámon, már beszéltem róla, igazából csak azért van itt most a polcomon, mert nagyon szerettem volna elolvasni egy ilyen történetet, ami egy lányról szól, aki el tud változni rókává. Ugyanis én elolvastam a Rókatündért, amit már tudtok, hogy nekem nagyon nem tetszett, viszont maga az alap ötlet az nekem tetszett. És ezért úgy gondoltam, hogy adjunk egy próbát neki, hiszen neki is nagyjából ugyanaz az alaptörténete, egy lányról szól, aki rókává tud változni, és hogy férfiakkal táplálkozik. Úgyhogy igen. Kíváncsi vagyok rá, lesz ami lesz, ki tudja. Nagyon lehúzzák egyébként az interneten, de én adok neki egy esélyt, mert már csak ezért a borítóért is megérdemli, na mindegy. A következő könyv, azt hiszem az egyetlen olyan könyv, amit nem cseréltem, de nem vagyok benne biztos. Ez a könyv, egyszer emlékszem, hogy bementem a Libribe, ott volt, angol könyv, ne lepüljetek meg, baromi drágán, nyilván nem vettem meg, viszont nagyon megtetszett. Utána, moly.hu kívánságlistára raktam, majd ott az üzenet, hogy valaki árulja 500 forintért. Mi? Az ég? Tehát, úgy voltam, hogy ez egy vicc. Én azt hittem, hogy ez egy vicc. Rá is írtam az úrra, azt hiszem, hogy fiú volt, aki árulta, hogy érdekel, és tényleg ennyi volt. Ilyen van. Mindegy, ez a könyv nem más, mint a The Chain Adrian McKinty. De aranyosan van, McKinty. Mindegy. Től, ami egyébként egy thriller, és arról szól, hogy egy családnak elrabolják a gyereküket, és hogy csak akkor kapják vissza, ha egy másik család gyerekét elrabolják. Mindegy, én ezt még hasonlót sem olvastam, úgyhogy nagyon felkeltett az érdeklődésem, mert elásul milyen szép amúgy, meg a tapintása is ilyen tapis, nem tudom, hogy mondjam, de mindegy. Akik szeretnek a könyveket, biztos tudja, hogy mire gondolok. Úgyhogy igen, ő van még itt. A következő könyv, fogalmam sincs, miről szól. És nem viccelek. Komolyan, nem tudom, miről szól, viszont fantasy, Owl Crate külön kiadás, és dedikálva van. Megint csak annyitok mondani, hogy hát persze, hogy lecsaptam rá, hát hogy lecsaptam volna le rá? Ez pedig nem más, mint a Sky in the Deep, Adrian Young-tól. This signed first edition is printed exclusively for Owlcrate. Aki már rendelt ebből a dobozból bármilyet, az tudja, hogy ezek általában úgy vannak meg, hogy egy könyv van benne, ami lehet, hogy nagyon híres könyv, és hát, hogy megvan neked, de általában ez ilyen külön kiadás, tehát vagy a színe más, vagy a dedikálva van. Nem vagyok benne biztos, de talán ebből az eredeti könyvnek a felülete az barna és nem kék, és hát nincsen dedikálva. Úgyhogy hát ez nekem brutális. Én imádom, hogy a dedikálva vannak a könyvek, egyenlőre csak ő van dedikálva nekem, a The Search for Wanda, meg két Szent Johanna Gemi rész. Mindjárt azért nem volt gyűlnek itt, aztán majd lesz egy dedikált polcom. Milyen menő lenne már, de mindegy. Ennyi lett volna már ez a videó, ha tetszett, akkor nyugodtan iratkozott fel a csatornára, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Köszönj! Köszönj! Igen.